Hello, sziasztok! Miki is mindjárt csatlakozik. Csak elindítani a videót is. Sziasztok! Na, szeretnénk-e az új katalógust egy kicsit bemutatni? Ez a jelenlegi. Mindenki figyelmébe ajánlom. Az első oldal rögtön egy kis önellenzés, kinek milyen erezete van, című verzió. Az erekhez van egy színkód, és meg tudjátok nézni, hogy kinek milyen rúzs szín vagy milyen árnyalat áll jól. Ez a legújabb rózsunk, ez ilyen ívelt formájú, és rögtön takar, felt, krémes állagú, úgyhogy nyugodtan próbáljátok ki. És ezzel kapcsolatban vannak akcióink is. Így van, hogyha 3 darabot vásároltok, akkor a következő katalógusban egyébként lesz egy új Novage kézkrém, egy nagyon prémium kategória, úgy hirdeti magát a termék, hogy 24 órán keresztül a kézen marad, és igazából ki is próbálhatjuk, szeretnéd, nem szeretnéd. Egész nap lehet érezni, hogyha ki szeretnétek próbálni, akkor szóljatok, mert nagyon kellemes illata van, ilyen naturális illat egyébként, és nagyon sejmes lesz tőle a kéz, és azt mondják nekünk a tapasztaltak, hogy hiába mosnak kezet többször is egy nap, akkor is lehet ugyanezt a kellemes illatot, illetve hidratált érzést érezni. Ezt a következő videóban majd kikérdezzük, mit érzed. Tehát 3 darab rúzsvásárlás esetén ajándékba kapjátok, 1 rúzsvásárlás esetén, a következő 2 oldalról választhatok 50% kedvezménnyel parfümöt magatoknak, ami szerintem egy Valentin nap előtt azért nem olyan rossz dolog. Aki még a Valentin napra szeretne vásárolni, még hétvégén adja le a rendelését, mert akkor még megérkezik Valentin napra. Megjelzze nekünk. Így van. Menjünk tovább. Itt az én nagy kedvencem, egy kicsit megújult. Ez egy tégelyes testápoló és kézkrém. Nagyon kedves a szívemhez, nagyon jó méz illata van, és teljes. Nem ragad, nem nyúlik, semmi. Tehát este bekened magad, és semmi. Tehát nincs ez a ragacsos érzés. Én ajánlom. Egyébként 2600 forint lenne, így mutatom, de most csak 800 forint, úgyhogy hajrá, hajrá, amíg a készlet tart. Aztán így van, most jön az én kedvencem, ezt akkor én addig megmutatom. Most 1300 forintért bevezető áron lehet kapni ezt az új szvéd és pár terméket. Eddig, hát nekem otthon zuhanyzomban, én úgy vettem észre, hogy ezek a szvéd és pár termékek leginkább a kátar rendelkezőknek szóltak, de ez egy nagyon jó új termék, úgy működik, mint egy borotvaha, és közben megjött egy vendégünk. De közben azért én mondom tovább, meg megmutatom nektek, úgy működik, mint egy borotvaha. Nem tudom, talán látszott a kamerában, hogy egy átlátszó zselés állagú ugye, krém jött ki ebből a kis tubusból, és egyből elkezd megdagadni és habzik. Nagyon nagy felületet ugye végig lehet vele kenni, illetve hát ugye ezzel kéne zuhanyozni, tehát ez ilyen tisztító. Nagyon kellemes, látjátok, hogy egy kis borsónyit nyomtam, és igazából most, hogyha nagyon akarnám, akkor az egész kezemet ugye meg tudnám vele mosni. Nagyon kellemes, olyan illata van nekem, mint amikor az ember elmegy egy ilyen wellness helyre, és ott szaunázik, jól érzi magát. Arra emlékeztet az illata, én ezt tegnap este próbáltam ki, az én párom nagyon-nagyon válogatós. Ennek most lehet, hogy nem örül itt a kamerába, de nagyon válogatós, és erre még ő is azt mondta, hogy nagyon kellemes az illata, és kényelmes volt használni. Jó, és most lelőm a Mikit, mert rájöttünk, nem szeretitek a hosszú videókat. Következő egyik jó termékünk, egy újfajta tusfürdő lesz, tehát nem drága, úgyhogy szerintem... Kosztarika alkotta, vagy ihlette. Megint lapozok, és megint egy új termékünk. Ez a férfiaknak szól, ez egy nagyon kellemes illat, én sorolom. Most nem fás. Tudjuk, igen, hogy Glacier, vagy Glacier, vagy hát mindenki máshol mondja. Szokták, igen, de fás aromás, fekete citrom, vibráló fás jegyek, és Cascada Menta. Egyébként dögös. Én azt mondom, szerintem nyugodtan bevállalható. Akkor nézzük, menjünk tovább. Sok-sok minden, én mindegyiknél de nem lehet. Még mindig kedvezményesen megvásárolható az új Novage szettünk.
mi nagyon kipróbáltuk, és nagyon elégedettek vagyunk vele. Úgyhogy... Nagyon kipróbáltuk, az igen. Azt jelenti, hogy én ezt használom. Igen, én meg kipróbáltam. Mert nekem még van a másik szettemből, tehát nem fogom még addig lecserélni, úgyhogy... De utána ezt fogom vásárolni. Na nézzük! Ó, ezt ki kell úgy emeljem. Nagyon jó árba van, aki az 50 év fölötti Pine Restore szettünket használja, és fogytán van esetleg a szérum, most nagyon olcsón hozzá lehet jutni, úgyhogy hajrá, most ebbe vásárolni. Így van. Na és jön a nagy, nyár nagy kedvence, kettő is van ezen az oldalon. Szeretnék mondani, a nyár nagy kedvence, ez egy 50 faktoros arckrém, akinek vannak esetleg pigmentfoltjai, vagy könnyen leég, vagy érzékeny a bőre, én nagyon ajánlom. Nekem a gyerekeknek. Azoknak is tökéletes egyébként, és nem olajos érzés, nem fura, nem tömény, egy teljesen egy ilyen, hát mit mondjak, teljesen beszívja a bőről, és nem égsz le. Tehát, hogy napi viseletre tökéletes, ugyanúgy lehet rá alapozni, bármit lehet, és én nagyon pigmentfoltos vagyok, de nem jött ki. Tehát tavaly nyáron már igen. Ezt használtam, a 30 faktorát, ez egy 50 faktoros, úgyhogy nem lehet ide a meleg. Nagyon pici szerintem a kiszerelése. Igen, de elég volt, de... nekem elég volt egy nyára, úgyhogy a kislányomat is kentem. Meg néha apát is. Igen, apa orránál a hajókázásnál és társainál, és nem fogyott el, és nem égett le senki. Tehát másik nagy kedvenc, visszajött a régi arctisztító. Aki még gondolja és szeretné, akkor... Illetve akkor ne menjünk tovább, mert a Zsuzsi kihagyta, de itt igen. Meg mi ez, az 50 faktoros mellett, itt van az én egyik nagy kedvencem, a pórus összehúzó, vagy kitöltő ilyen tökéletesítő kis zselénk, én inkább úgy hívnám. Olyan, mint a szilikon. Igen, akinek tág pórusai vannak, ugye nem, hát nem annyira szép látvány, hogyha ebbe belekenni az alapozót, viszont, hogyha ezt keni alá, akkor ez tökéletesen úgymond fed, és hogyha az alapozót rákenitek, akkor nem látszódnak, hogy ilyen tágpórusaitok lennétek, vagy lennének. Így van, illetve ha esetleg követtek minket a Facebookon, ott már biztos láttátok az Omega 3-as akciónkat, hogy egy az, hogy akciós az Omega 3, de mellette egy kislányon is fogunk segíteni. Minden doboz Omega 3 megvásárlása esetén az Oriflame támogatja ennek a kislánynak a hát műtétjét, vagy kezelését, tehát pontosan én nem tudom, de egy biztos, hogy oda jut a pénz, ahova kell. Az Omega 3-nak nagyon jó szív bántalmakra, nagyon jó, ha esetleg korpásszavórás bőröd van, elcseppfolyósítja a zsírodékot, és könnyebben a felszínre jut. Nagyon jó az agyműködésnek. Mit tudnék még róla mondani? Nagyon sok szeretnének babát esetleg, ugye a halolaj kapszula az Omega 3 nekik is nagyon kedvező. Ennek, hogyha ezt szeditek, semmilyen mellékhatása úgymond nincs, nem jön vissza ez a halszag. És hogyha a kisgyerek el tudja rágni, már ő is tudja. Tehát mert már maga a zselé kapszula, az nem zselé, hanem az is ilyen halzseléből készült, tehát teljesen tiszta. És van, ahol nem ezt az üvegest használják, hanem elrágja a kisgyerek, elharapja és megeszi. Tehát, hogy nem hiszem, hogy ez, ha valahol ilyen bátor, akkor nyugodtan adjátok a gyerekeknek is. Hát a wellness részlegünk bővült, méghozzá itt van egy... Jó, ez nem az, de majd a következőben lesz kálcium. Tehát már összekevertem a kálciumunkat az új kiszerelés miatt, úgyhogy már bocsánat. Alapjunk, wellness. De wellness, Miki wellness. Ja, de azok ott voltak. Igen, nem hallottunk. Nem vagy, még a készlet erejéig. Igen, nagyon akciós. Most a készlet erejéig 3000 forint egy-egy pak a wellness szeletünkből. Kétféle variáció van. Lehet ilyen vegyes gyümölcsöset kérni. Erre gránátalmás. Igen, erre egyébként azt mondtuk, hogy hát lehet, hogy gránátalmás, itt az van, hogy bogyós gyümölcsös. Mi erre azt mondtuk, hogy kicsit olyan az aromája, az íze, mint amikor ilyen epres joghurtot eszik az ember. Nekem ez jobban bejön, de hogyha a Zsuzsihoz is kedvezni szeretnék, akkor megmutatom a csokis verziót is. Ez is finom, egyébként ezt is szeretem, de ez a kis gyümölcsös, ez nekem jobban bejön. Mindegy, ez a négy van, ez a csokis pedig olyan, mint a sportszelet.
Szeretnék egy kisebb újdonságokat mutatni, így próbálom, jó, hogy lapozom. Van egy nagyon jó fekete táska, ez most jelent meg először. Van egy ilyen nagyon tuti barna táska, meg a feketéhez ilyen tök jó ékszerek. Hogy lapozok még tovább, jönnek ezek a kis tavaszias, ilyen narancssárgás, vagy koralas táska és nyakéket. És utána itt meg már jönnek a régi fajta ékszereink. Bocsánat, hogy néha az ajtót is nézem. Ezeket már most kedvezményesen meg tudjátok vásárolni, úgyhogy azért mutatom, mert előbb-utóbb az ékszerek kimennek, tehát hogyha most úgy gondolod, hogy jaj, majd megvárod, még lejjebb megy az ár, ennél lejjebb már nem megy, így ha gondolod, akkor csap le rá. Egyébként, mint miben vagyunk, igen. Tehát igen, őt már régebben vettem, és még mindig nagyon jó. Én ezt most vettem ebbe a katalógusba. Uh-huh. Hát bízom benne, hogy hasonlóan sokáig bírja majd, mint a Zsuzsié. Igen, nagyon kellemes viselet egyébként, és nem színeződik. Ha igen, akkor van rá garancia, úgyhogy vissza lehet küldeni, de nekem nem szokott ilyen problémám lenni. Egyetlen egyen volt. Azt is te szoktad el, mert lefújtad parfümbe. Jó, jön a következő, ezt azoknak ajánlom, akik egy kicsit pattanásosabbak. Méghozzá a teafa olajjal van. Egyik oldala barna, mint egy normál korrektoré. A másik oldala pedig zöld. Úgy szokták, hogy a zöldet alulra, a barnát fölülre, lehet, hogy csak éjszakára a zöldet szeretnéd, ez egy nyugtató hatás, illetve a teafának a maga a leszállító hatása. Igen, a hatása. Ugyanez van a korrektorban is, úgyhogy az egész nap tudod ezt használni. És most nagyon jó áron van, 700 forint. Így van. Akkor haladok, még egy csomó minden van itt előttünk, amiket nem mutatunk meg. Tessék, szett. Én mutatom itt, te meg akkor igen, tudod mutatni. Tehát akkor... Van 3000 forintért egy szett, amiben benne van ugye ez a folyosóiszakban, így van. Akkor egy kézkrém. Egy kézkrém, ilyen narancsos illata. Egy citromos mentás. Sampon. És egy parfüm. Egy kis parfüm. Ez egy kicsit gyengébb illatú, de nagyon kellemes. És tehát, édeskés illatú. Igen. Tehát akik az édeskés illatokat szeretik, nekik ajánljuk. De nem az igazi parfümös tartósággal rendelkezik. Nem, de ilyen szednek szerintem Valentin napon nem csak a szerelmet lehet megünnepelni, hanem a szeretetet is. Igen. Édesanyák, illetve hát nagymamák szerintem biztos, hogy örülnek neki, barátok, barátnők. Parfümöket most a katalógust nem mutatom, még mindig akciós az új parfüm, nagyon kellemes édes illata van egyébként, most már teljesen beleszerettem. A férfi változata is szerintem jó, úgyhogy még mindig meg lehet vásárolni 3500 forintért, úgyhogy csapjatok le rá. Nagyon sok parfümünk van, ami most szedbe kapható a Valentin nap alkalmából, ami jön is. Itt van, van egy jó kis eklat. Ez egy másik típusú eklat? De nem, ez ugyanaz, bocsánat. Igen? Igen, ugyanaz az eklat. Nagyon kellemes, és én egyébként nagyon szeretem. Akkor férfiaknak és nőknek ugyanúgy van Jordani, mind a két oldalt. És ez a férfi illat is inkább édeskés illat. Igen, akkor mutatom tovább, hogy nagyon kellemes parfüm, és egy férfi borotva havés szappan van most Valentin napi csomagban 4000 forintért. Szerintem nagyon kedvező ár, mert maga a parfüm szokott 6-7000 forint lenni. Akkor a túloldalt is mutatom. Az én nagy kedvencem az igazi édes illat egyébként. Igen, erről a Nifi tud fehér csokis efres. Nagyon jó kis üvege van, ezt nagyon megszokták dicsérni, ilyen csepp alakú, de ilyen elhúzott. És emelés van egy tusfürdő, a Toszkána, az nagyon kellemes, és hozzá a szappan. Így van. Úgyhogy szerintem ez 4000 forintért tök jó. Akkor van, még itt nem folytatom, mert nem bírom abba hagyni, hogy van Possess férfi parfüm, és hozzá a Deo, ez 4500 forint, de ez már egy kicsit erőteljesebb kategória, mert itt a parfüm már maga 9500 forint. 5000 tehát... szett, a Zsuzsi már akart még kedvezni. Így van. Van a Possess, ami az én nagy kedvencem. A női, és hozzá van egy nagy 250 millis tégelyes testápoló, ugyanabban a női illattal. Jó. Akkor anyukám nagy kedvence. Szia, anyu! Imádja, szerintem kérni fog belőle, nagyon kellemes, ő az arcára használja és nagyon-nagyon szereti, mert szerintem ennél jó krém nincs. Viszont jön a hátoldal, amiről muszáj beszélni, így van.
Itt a mai napon már voltak nálunk kedves vendégek, és nekik már mutattam is. Nekem két árnyalat van meg belőle, az egyik az ezüst, ami itt a kataloguson is látszik. Illetve azért van ebből más árnyalat, ami a kataloguson most nem látszik, az egy Amazon White árnyalat. Megmutatom nektek, hogy lehet ezt így sötétbe is, akkor nekem ez egy ilyen bronzos szín, nem tudom, hogy a videó mennyire adja vissza. Az ezüstös verziót is lehet elég brutál módon ezüstösre csinálni. Mindjárt közelebb rakom, amit megmutatom közbe, hogy viszont ugye lehet ezeket vegyíteni is, illetve lehet csak az egyiket, csak a másikat, akkor csak a csillámot is lehet, hogy csak ilyen csillogós legyen, illetve lehet úgy, mint ahogy most én nem kentem el teljesen, hogy egy kis szín és a csillám. Sokan kérdeztétek, hogy mennyire lesz ez csomós. Hát nem. Tehát, hogyha ezt jól eldolgozod, és nem csak húzol egy vastag csíkot, hanem tényleg szépen eldolgozod, akkor nem fog becsomósodni. Tehát, ha tényleg, ha csak így megfogod és elkezded húzgálni, valószínűleg igen, mert vastag lesz. Mert vastag, így van. De ahogy a Niki is mutatta, hogy szépen elkenve a szem résznél, akkor nem fog becsomósodni. Érdemes úgy, hogy húzzal egy csíkot alulra, akár ide, és akkor utána kézzel, ujjal elpötyögtetni, úgy elkenegetni, ahova szeretnék. És mivel hogy jó vele dolgozni, nyugodtan. Tehát, hogy nem fog csomósodni, nem azt veszitek észre, hogy csak egy helyen van, több variáció van vele, kenheted az egész szemedre, csak egy csíkba, tehát akármi. Lehet színes, lehet csak a csillám része, ez igazából utána már rajtatok fog múlni. Akarunk még az ajándék. Nem, azt majd a következő videóban megnézitek, hogyha a 4-es katalógusig regisztráltok, és körülbelül 20 000 forint értékben vásároltok a következő katalógusba, akkor mit kaptok ajándékba a cégtől, és illetve ez a regisztráció ez úgy működik, hogy ez 3 kataloguson keresztül, de ezt a következő videóban elmondjuk nektek. Legyen így! Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornánkra, illetve nyomjatok egy lájkot, hogyha feliratkoztok és megnyomjátok a kis csengőt, akkor pedig értesítést is kaptok, hogy új videót tettünk fel. Köszi, sziasztok!